Az esemény résztvevőjét Hudákné Orosz Judit, az Esélyteremtő Nonprofit Kft. Ügyvezetője köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy ha egy embernek egy-egy élethelyzet vagy probléma megoldása egyedül gondot okoz, akkor forduljanak bizalommal a háló pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátások szerencsi szervezet szakembereihez. Hudákné Orosz Judit kiemelte, hogy a szenvedélybetegség komoly probléma a családoknak és a betegeknek egyaránt, hiszen nehezen ismerik be a függőséggel küzdők a probléma súlyosságát. A téma iránt érdeklődők 6 előadáson bővíthetik ismereteiket a szenvedélybetegség felismerésével és kezelési lehetőségeivel kapcsolatban. Az Esélyteremtő Nonprofit Kft. Működésében 2012. január 1-től működik a háló közösségi alapellátásunk. Szenvedélybetegeket és pszichiátriai betegeket látunk el és gondozunk el. Itt a településen, illetve a környező kistérségekben. 4 kistérség tartozik hozzánk, a Mezőcserti, Tiszaújvárosi, Tokaji és a Szerencsi kistérség. Ez összesen 53 települést jelent. Az idei éven az Emberi Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet egy pályázatot hirdetett meg, és ezt a hálóközösségi alapellátás megpályázta, mégpedig a szenvedélybetegek megkeresésére és felépülésére célzó komplex program megvalósítását tűzte ki célul. Mi ez a program, és milyen elemei vannak ennek a programnak? Ez a program 6 darab előadásból áll, ez 6 egymás követő hónapban lesz megvalósítva itt a Szerencsévárban, illetve 3-3 alkalommal szenvedélybetegeket, illetve szenvedélybetegek hozzátartozói számára tréningeket fogunk tartani Sárospatakon. Mennyire nehéz mondjuk a szenvedélybetegeknek, a hozzátartozóinak az élete? Teljes mértékben érintettek a szenvedélybetegek hozzátartozói, hiszen a függőség, főleg, hogyha tartósan áll fenn egy függőség, az egész családot érinti. Az egész család valamilyen szinten sérül. És éppen ezért, amikor mi egy-egy család életébe belecsöppenünk, és megpróbáljuk a szenvedélybetegeket rehabilitálni, mentálisan gondozni, erősíteni, olyankor a hozzátartozók is igénylik ugyanezt a fajta gondozást, hiszen nem lehet külön választani a kettőt. Ma milyen előadások hangzanak el itt a Rákóczi Várban? Ma egy előadás lesz, Tóth Miklósné dietetikus fog nekünk előadni a korszerű táplálkozásról, mégpedig a függőségek mentén haladva, különböző függőségek mentén haladva. Mi nagyon nagy szeretettel várjuk a további előadásunkra is a lakosság részéről bárkit, akit érdekel a témában, illetve hogyha érintett ebben a témában. 2014. július 1-től új irodába költöztünk, a Rákóczi út 16 szám alá. A telefonos elérhetőségünk, ott is, tehát helyben is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, illetve telefonos elérhetőségeink különböző szórólapokon, médiában, weboldalunkon elérhető. A köszöntő után Tóth Miklósné dietetikus a korszerű és egészséges táplálkozás függőségeinek tükrében címmel tájékoztatta szép számmal megjelent érdeklődőket, kiemelve azt, hogy a táplálkozással milyen módon tudjuk megtartani testünk egészségét. A dietetikus többek között szólt arról, hogy a tápanyagokat energiát adó és energiát nem adókra osztotta fel. Az előadáson az is elhangzott, hogy a fehérjék nagyon fontosak, hiszen a test építőköveinek is nevezik azokat, melyből naponta a felnőtteknek 0,81 grammot kell fogyasztani, a testsúlyt figyelembe véve. A résztvevők megismerhették a táplálékpiramist, amely az egészséges étrend mindennapi összeállításához nyújt segítséget. Az egészséges étrend mindennapi összeállításához praktikus módszer a táplálékpiramis. Az élelmiszereket táplálkozás élettani szempontból az angolok 5, az amerikaiak 6 csoportra osztják. Az amerikai modell csak annyiban tér el az angoloktól, hogy külön választja a gyümölcsöket és a zöldségeket. A napi tápanyag szükségletet fedező élelmiszerek a táplálékpiramisban elfoglalt helyüknek megfelelő arányban szerepeljenek az étrendben.